Sziasztok! Március közepe elmúlt, ahogy tudjátok, megnyitott a bázis, és mi kijöttünk ide egy kicsit pecázni. Tavaly megfogadtuk egyébként, hogy április vége, május eleje előtt nem jövünk ki, mert egyébként itt, mint minden bányató, ez is akkor indul be igazán. Hát két ok miatt változtattunk ezen döntésünkön, illetve három. Az egyik az, mint ahogy látjátok, nagyon szép idő van, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy kicsit kijövünk napozni. A második ok az, hogy édesapánk még csak a videóinkból látta ezt a tavat, és most meglátogatott minket, és kijöttünk vele együtt kirándulni. A harmadik ok, ami miatt kijöttünk, az pedig az, hogy a harcsatavi videóban látott ragasztott csontis módszert ki szeretnénk próbálni itt is. Egyébként már kapásunk volt is rá, sajnos az nem akadt meg, mert éppen még rendezgettük a dolgainkat, és mire a bátyám a bothoz ért, addigra a hal sajnos lakadt. Illetve én már fogtam egy halat, de az azért nem került be a videóba, mert ez egy kantáros hal volt. PV a begre jött, de nem az én horgom volt a halnak a szájába. És hát itt a kezembe ez a napi etetésem, én azért megpróbálom ide csalni a halakat a part közelbe is, majd meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni. Én úgy gondolom, hogy azért ez annyira még nem indul be. Sok esélyt nem látok, ezért csak egy kis ilyen SBS kukorica csíra pelletet és egy jó kis édes bondúel kukoricát kevertek be. És ide fogom betorni. A nap folyamán egy-egy marékkal fogok ráetetni, és majd a délutáni órákban fogok rápróbálkozni, hát ha szépen ide jöttek. Azért ez fontos, hogy itt a bázison nagyon jól megy ez a part közeli etetés, de ilyen hidegben még szerintem a halak egyrészt beljebb tartózkodnak, másrészt, hogyha ilyennel próbálkoztak, szerintem tavasszal kis mennyiséget elégetetni, tehát ne azt csináljátok, mint nyáron, hogy 5 kilónyi kukoricát beszortok, mert az inkább ellenkező hatást vált ki. Hát nézzük meg, hogy mit sikerül ma fogni. Tartsatok velünk! Megvan az első márciusi pontyom. Ezt nézzétek, ez hát olyan 4-5 kg forma, a PV a begre jött, amiben ananászok, nem, epres PV a beg pellet volt és a kis lemonorancs pop-up. Bátyám észre se vette, a szomszédba beszélget Sándor Petivel, ezért nem láthattatok felvételt a fárasztásról, mert azt se tudja, hogy halat fogtam, pedig 12,5 méterre van. Na, visszaengedem, aztán fogok még egyet, sziasztok! Valami elhúzta, nem egy fenevad. Elhúzta az enyhe túlzás, mondjuk úgy, hogy megrángatta. Igen, nem egy fenevad. Tesóm, én sokára rászok. Nehogy összehúzzuk, hallod? Akció van. Akció, és összehúzzuk a két helyet. Bot. Merre van a botod? Nagyapa, te a másik irányba húzd. Merre van a botod? Hogy? Helycsere. Úgy felcsapta a jelzőt, hogy koppant a boton a kapásjelző, jól elhúzta. Közben nézzük az én botomon. Itt is fárasztás folyik. Jó, hát ez kárász. Akkor akadt, jó. Na, mit fogtatok? Hát egy méretes kárászt. Közben az enyém már itt volt, a halat még nem láttam, mert ahhoz, hogy ki tudjátok venni, kiengedtem, hogy inkább befele menjen, nehogy összeakadjon a két zsinór. De itt van, megint a 3,5 librás botra jött, még véletlenül se a könnyebbet hajtja. A halat még nem láttam. A burványát azt igen. Egy olyan 8-9 kilós tükörpontja van a horga. De ha kivesszük, lehet, hogy lesz már 10 is, és akkor megvan a hőn állított 10 pluszos hala. Ha, kiveszem! Ezért ne felejtsük, hogy szakáll nélküli horog van, monofil előke. A csonti csokor az itt is bejött. A tesómnak volt egy szép kapása, az nem akadt meg. Ú, de szép! Ez 10 pluszos. Reméljük. És valamiért én tövesnek láttam. Igen? Lehet, csak én az előbb van sötétben, mondjuk én napszemüvegben vagyok. Én még egy pillanatra figyeltem. Én egy sötét tükrösnek láttam.
Erős. Jó. Hibátlan meg. 13,8. Hát akkor az kicsit 13 kiló alatt van, mert ez már egy kiló felett van ez a mérlegelő. Gyönyörű szép 12 kiló feletti tükörpont. Kicsit már meggyötörte az élet a száján, el lehet látni, de ennek ettől függetlenül örülünk neki nagyon. Ő a csonti csokorra jött, és nagyon durva kapás, úgy elhúzta, hogy nagyon. Én azért féltem, hogy tesó milyen féderesen raktál a botjait, hogyha egy ilyen kapás jön a féderbotra, hát az lehet, hogy megrezgeti ezt a kis tartót, visszaengedem, aztán próbálom fogni még egyet. Gyorsan elment. Na mesélj tesókám, mi történik itt? Elhúzta a csontisat. Jó, hogy beraktad a GoPro kamerát. Igen, csak elfelejtetted elindítani. Nagyon szép kapása volt, úgy keresztbe rántotta a másikon, hogy öröm volt nézni. Melyik? Melyiket vittél? Csontisat. Ja, most cseréltem le hosszabb előkére. Igen. És hogy óvatosan fáraz, mert az most mono előke. A bot. És a horgász. Milyen érzés márciusban halad fogni? Nem rossz, nem rossz. Nézzük, mit tud ez a bot. Ez kicsit jobban hajlik, mint az én pontyozóm. Hát ez a dolga. Nem, beránt a vízbe a hal. Elindult. Jó kis distance-os. 10 plusz. Az jó. Már látom a víz alatt. Ó, ez szép. Ez bizony szép. Szép, mert tükrös ez is. Ez kicsit nagyobb, mint az enyém volt. Nagyobb? Most akartam mondani, hogy kicsit kisebb. Szerintem egy kicsivel nagyobb lesz az olyan 13 kiló. Jajjaj. Közben besípolta. Szépen menj hátra. Gyakor guggolj le, aztán told alá a merítőt. Nem meríted meg? Ja, nem jó! Éppen csak. Hú, nem semmi. 13 kilós, nagyon kemény. Csonti. Most szép, a csonti ment. Egészséges, nincs annyira megsérülve a szájét. Nem dobtam messzire, ugye a 40 méterre. Úgyhogy ez most úgy látszik a bázison is nagyon jól működik ilyenkor. Kora tavasszal a csontis dolog. Megmutatom még egyszer, aztán visszaengedjük. Ha engedi magát, nem nagyon akarja, oda nézzetek, gyönyörű szép. Visszaengedjük. Na menjen. Menjen szépen, mert jön a másik. A visszaengedés pillanatai. Gyönyörű szép. Hatalmas nagy tükörpont. Gratulálok, tesókám! Ez az! Mennyi volt? 13-6? 13 kiló. 13-6? 14-6-ra mérted. 13 plusz. Jó, ja, 13 plusz. Közben apa pedig fárasztja a halat. Menjünk meg a következő pontja. Ez sem kicsi szerintem. Nagyon elszaladt vele. Semmi jelét nem mutatja annak, hogy fáradna, mert néha-néha úgy ki rohan. Hát, mert erősek már, nem tudom. Hogy most is. Nem baj, figyelj, ha rohan, akkor enged, hadd rohanjon. Ez azért nem féder volt ez? Nem, azért nem. Elindultam a féket, inkább már segítek. Újjal, mert véletlenül túlhúzom. Igen, ez könnyű, mert ez gyors fékes.
Sajnos a vékony monofil horogerőke nem bírta a fárasztást, és ez a hal merítés előtt meglépett. Hát véget ért a mai pecánk. Kimaxoltuk, 5 perc múlva záróra, úgyhogy sietünk, hogy kiérünk. Felemás érzéseink vannak. Fogtunk 10 pluszos halat. Akasztottunk még 2-t is. Sőt, szerintem akasztottunk többet is, mert azért volt két elszökött hal. A kis hiányérzet az onnan jön, hogy igazából 11 óra megfogtuk az utolsó halunkat, azóta mindent megpróbáltunk, dobálunk kicsit, nagyot, keresztbe, kasba, csonti, mindent, én az összes csalit kipróbáltam, csak létezik, de úgy tűnik, hogy... Megváltozott az időjárás. Az időjárás ilyen napsütés volt, most megint jönne szerintem a hal, mert 11 igen szép napsütés volt, utána bejött ez a felhős szeles idő, és akkor leállt. És ennyi. Legközelebb. De azért, gyerekek, március bázisról megint nem megyünk az üres kézzel, halat fogtunk. Úgyhogy csak itt tovább mindenkinek, menjetek horgászni, azért most már március van, jó idő van, reggel még kicsit hűvös, de napközben nagyon jó. Irány a természet. Iratkozzatok fel a csatornánkra, nézzétek a régi videókat, és hamarosan jönnek az újak. Sziasztok! Kb. Ugyanazon a helyen vagyunk, ahol márciusban itt csontival horgáztunk. Annyi az eltérés, hogy most tele van a hely. Mi ez nyárfasz össze? Reméljük sikerül fogni most is egy-két szebb halat. Tartsatok velünk ezen a plecán is. Kötöm a szerelékeket. Szerencsére ezen a horgászaton sem kellett sokat várni az első kapásra. Össze kéne raknom a merítőt, mi? Már aztán ott van kitéve valami. Ja? Hát ez elszaladt vele. És hát egyelőre csak megy. Na most talán megáll. Szeretem ezeket a pecákat ilyen kis botokkal megoldani. És most váltottam egy kicsit. Most kisméretű pontyozóbotot hoztam magammal. Én amikor a Dajvánál megláttam az asztalon ezeket a kis botokat, akkor egyből arra gondoltam, hogy ezt a bázisra milyen jó lesz kipróbálni. Majd bemutatom, hogyha sikerült kifogni, ahogy szoktam, felszerelés, csalit, és most a botokat is bemutatom, mert eddig nagyon jó a benyomás. Én még javában fárasztottam a halamat, amikor Roland botját is elhúzta egy jelentkező. Azért ez jobban állik. Összeneszed tényleg a másik botomat, bakker? Hát de most... Várjál, nagyapa még várjál. Vegyél levegőt. Én a tiédet összeszedem mindjárt. Most meg. Nem adjam be. Ezt már meg lehet meríteni a kamikor. Jó, benne? Nincs benne, hagyjad. Most majd, amikor fejjel felé áll, akkor már kiért, nem tudom, hogy jó. Ez az, hogy tudod? Ez az. Bázis horgásztól megérkeztünk. Tesóm itt hamarabb elhúzta, de én hamarabb kifárasztottam ezt a kicsivel több mint 10 kilós gyönyörű szép tükörpontyot. Federmania fermentált etetőanyagba szívott bele flat metóddal, és egy kis gumikukorica volt rajta. Na visszaengedem, ugye? Visszaengedjük? Na gyere, engedjük szépen vissza. Ez az.
Rácsavarodott? A másikat pont beleúszott a zsinórba. Tessék? Most már megadom. Ez még nem olyan biztos, hogy még megy. Nagyon kutyulino. Érdekel? Na persze. Nem nagyon akar feljönni. Hát, mozog a kezem, úgyhogy 10,5. Nettó. Na, bázis, én is megérkeztem. Hamarabb volt kapásom, mint tesómnak, és kicsit kisebb, ez 10,5 kiló, valamivel 10,5 kiló alatt van. Ez a lemon-orange pop-upra jött, amit spinnerigre tettem el, azt is ide a part közelébe. Örülök neki. Szerintem még ma fog jönni. Itt a csali leakadt a horgomról a spinnernek a vége, ezt majd visszaeszkábálom. A halam pedig itt van, gyönyörű szép tükörponty. És is ment. Most pedig állíthatom össze a szereléket. Ami nem lesz egyszerű. Hát úgy esett szét a szerelékem, hogy leesett ez a kis spinner karika innen a horogról. Mégpedig azért, mert a hardban elvesztettem, vagy hogy tesóm kiakasztotta, leesett innen az a kis ütköző, de szerencsére ebben a készletben vannak ilyen pótütközők, úgyhogy innen letépek egyet, és ezt ráhúzom szépen a horogra. Itt a bázison szakálmentes horog szabály van, és hát mivel szakálmentes a horog, így ez az ütköző is könnyebben le tud csúszni innen, mert nincs a kis szakál, ami megfogja, úgyhogy most ezt pótoltam. A horog még tűhegyes, ezt most raktam fel újonnan ma reggel, úgyhogy dobom vissza. Megvan a halom. Még egy fontos dolog, idén a bázison a nagyon vastagra felvastagodó kónuszos dobóelőkének a használata is tilos, úgyhogy én direkt bekötöttem be a főzsinórot, amit 27-es zsinór a leaderembe, nem leadcore, csak sima leader, azt lehet használni. És ilyenkor érdemes leellenőrizni a kötést, mert ugye harcoltam a hallal, inkább most kössük újra, mint hogy a következő halnál elveszítsük, úgy tűnik, hogy ez még tart. Visszaakasztom rá a horgotolmat és teszem vissza. Ilyen távolságra pecázom. Innen vitt el az előbb is. Nagyon fontos, ennél a fajta horgászatnál győződjetek meg róla, hogy a fék az ki van engedve, mert különben ne visz mindent. Megint elszaladta a spinnerrel, ez most egy kicsi lehet, mert viszonylag hamar meg tudtam fordítani. És ugyanarra botra jött, hoppá, megindult. És gyakorlom ezt a visz kiengedett visszaforgással történő fárasztást. Ugye nincsen dobó előtét, és hogyha nagyon sokat megy a fék, az nagyon megcsavarná a zsinort, úgyhogy most ezzel próbálkozom. Hát ez egy olyan 6-8 kilós halacska. Nem mondom, hogy getin, mert már azért is megszólnak. Megszóltak? Hát. Miért? Getinek nélkül jobban meglettem volna, azt mondja a néző. Hát akkor mit mondja? Káromkodni nem akarok. Az megvan. Ne. Megvan, nem? 8 kg feletti halacska. Nagyon vadóc. Nem bírom megfogni. Na tessék, tesó. Ugyanúgy a spinneriget vitt el, mint az előbb. Úgy látszik, ez a narancssárga csali ez. Ez jó, hogy előre még a boily várat magára, de ami késik nem múlik majd a nagy.
Engedem vissza, fogok még egyet. A szerelék visszadobását követően hamarosan jött az újabb kapás. Ugyanazt húzt el megint. Csak a spinnerig kell neki, a boldisat nem eszi. Ez sem lesz olyan gigantikus. De halacska. Tesom bátor. Amíg én itt halad fárasztok, ő bedob. Kezembe volt. Mi? Hát a bolt azért. Gyorsan beroptam, hogy tudjak meríteni. Jól tettem. Hát, ja. Na most. Ő az. Kereken 7 kilós. Megint a spinnerre jött. Csak ha az megy nekem, most a boldit nem húzza, úgyhogy valamit változtatnom kell. De hát nem gond az, hogyha csak az egyiken jön, mert ha kettő jön egyszer, az problémákat okoz, bár most vagyunk rá elegen. Hát dobom, de aztán fogok még. Sokáig csend volt, de visszatértem az alapokhoz. Ezen Mad Mix van, meg BC. És elhúzta, meg egy pár méterre bejebb dobta most 1-2 méterrel, és úgy látszik, hogy ez kellett már. Ennyire nem jön neki itt ezen az oldalon. És most megállíthatatlanul megy. Úgyhogy oda kell figyelnem, hogy nehogy el megtépjen. Horgot is cseréltem. A lehető legkisebbet raktam fel, amit itt fel lehet rakni. Jó ez a kis szelvény. Még arra is van időm, hogy átforgasson, hogy a dalhajó jól álljon rá. Jó! 1,9. 3 óra kopástalanság után jött ez a gyönyörű szép töves. Visszatértem az alapokhoz, bekevertem egy kis medmixet, és adtam neki BC-t. Wafters. Mennyibe kerül ez? Súly. Súly? 11,9, de levonjuk belőle az 1 kilós mérleg előtt, vagy mindjárt visszamérjük majd. Gyere, apa! Gyere, fárasszok! Apa nem jön. Viszont ez most bojli, és ez a másik botom. Ez, ha minden igaz, egy kicsit jobb ívbe hajlik, mert ez csak 2 librás. Tesó! Roli! Tessék! Viszi a botodat! Jaj! Hát de nem úgy volt, hogy nagyapa? Hát de apa látod, hogy a merítőt fogja. Nem sikerült el a lobbing. De nem. Ez azóta megy? Aha. Akkor ezt húzd. Na, elment, baszki. Igen? Hát. Nem kellett volna megállítani. Pontyozóbot is hajlik rendesen. Mehet? Mehet?
Merítsed! Ez az! Szép volt! Na! Vad! Töves 10,8 kg. És ez most a boilira jött, a C1-es Double Trick Wafter. Azért elé nyomtam egy lemon orange pop-upot, most egy fotófeső. Na, szevasz, tavasz! De figyelj, mert te merre horgászol? Szomszédba? Elment a szomszédba. És von melegbe is horgászik. Aztán, hogyha ezeket elhúzza, az lesz a tuti. Na nézzétek, nekem a jelző nincs fent. Csak úgy ki van engedve a fék, aztán így is csipog a jelző halkan szépen, hogyha kapás van. Remélem meg tudom mutatni nektek. Na mit mondasz, jó hal? Olyan bólogatósan megy vele, de az úgy jelent. Határozott, hát hogy így belerángat. Hát hogy úszik? Oda nagy. Ez egy 20-as? De 13 talán. Ha, akkor lesz mind az enyém. Ugye, ez is szép. De hát azért annál nagyobb. Igen. Hát, csalogok a vízbe. Az a kijön, akkor megnézzük. Az a lényeg. De gratulál egyébként nektek. Ez a lényeg. Nem engedem. Azért mondta, hogy szép. 14-5. 18 szerintem nincs. Hozzam az állványt. Nem kell. Egy ekkora halat még megtartok. Ezen. Na mit mond? 14,7-6. És itt a következő. Gyönyörű, szép töves. Egészségtől kicsattanó, minden irányból, megint csak a part mellől, mango pop-upra érkezett. A változatosság kedvéért sárga csalik mennek ma egyébként. És a Mad Mix beszívott bele. Itt a fejét akkor. Ja! Visszaengedjük! Oda nézd, milyen gyönyörű szép. Mindjárt. Csap egyet. Igen. Szép. Mehetek az ebédért. Nem baj. Ez olyan, hogy ez még én is van. Lehet már valahol a kövér az autópálya. Igen. Jó, most tekerj rá. Próbálj meg mit jól bocsánat. Jó oldalra, csak a hátra visszafordulj. Jó mérges az látszik. Engedj a zsinóra! Jó! De mérges! Ezt nézzétek, a spinner rig ott van szépen alulról belakadva a szájába. Ez a jó benne, hogy ez ilyen alsó akadást biztosít. Jó? Guggolj le, guggolj, le kell guggolni. Tessék. Még. Jó. Úgy jó. Na gyere onnan, tesóm. Az ember nyugodtan nem evédelhet. Nem tő. Ez is? Uh-huh. Én ma a láb nem adom. Azért fogok ilyen sok halat, tesó megtanulja szétszedni a merítőt. Én fogtam többet. Na de én már tudom, hogy kell szétszedni. Szája nincsen szét, nem lett megtépkedve.
Azért a kis féderbotok jól dolgoznak. Ez is alsó akarás volt azért, hogy látszódjon, hogy én is tudok olyat produkálni. Volt benne horogbefordító. Még be van feszülve. Megpróbálom megbirkózni még egyszer, mert 13 kg. Tükörpont. Ez a második tükrös ma. Jött egy tükrös, két töves, még egy tükrös, 13 kg. Erkető anyag ugyanaz. A csali ugyanaz. De most öntöttem rá egy kis szirupot is. Majd megmutatom, hogy hogy készült. Elindult felém. Eddig tartott. Meggondolta magát. Mégis inkább elszalad. Elfáradok a merítésbe. Már a nagy halat meg már nem fogom bírni kihúzni, mert elfáradok abba, hogy tesómnak meríteni. Hát na, ez 16. Ez 18. 15. Nagyon feszült, csak óvatosan tesóm. Ki kéne húzni? Megijedt tőlem. Tartsd be. Jó, ezt nem kell volna tartani, fogod. Tesó, hát karikában hajolva a bot szerinted mit bírt? Tartsam fenn a fejét 25 damillel. Az már hol 20-es damillel, tesó? Az már 30-ben. Nehogy nem. Megvan. Nem kicsi. Nagy darab. Az ilyen nagy méretű halak biztonságos kiemeléséhez már javasolt a mérlegelő használata. Fájdul meg a hátam. 18,6. Tedd le. 18,6. Hölgyek, urak! Az ötödik halam. Ez a gyönyörű szép tükör. 18,6 kg. A csali ugyanaz, most már tényleg megmutatom, hogy hogy csaliztam fel, mert volt benne egy kicsi trükk. Majd megmutatom nektek. Nézd el a fejét. Gyönyörű szép. Fejét. Egészséges. Visszaengedjük és fogunk még. Van benne egy kő. Na be! Volt benne egy kő. Nem is tudom, hogy gondoltad, tesóm. Ki megúrjon belőle? Én meg mikrohallok a merítő. Nem merítgetünk meg ilyenek, egyből a bölcsőbe megy a hal. Ahogy láthattátok ezt a kis amúrt, ezt egyből a mérlegelőbe fogtuk meg, hát így fogom meg, mert nagyon vad meg ugrá. Ő az van, vagy hát 2 kg, 3 kg. Engedem is vissza egyből, nem kínozzuk. Benne van. Gyerekek, hát azért sok újdonságot már nem fogtok látni, de mivel három hal zsinórba erre a csali kombinációra jött, ezzel gondoltam, megmutatom nektek. Flat kosár, egy 40 g-os, kicsit elengedve a sárga színű csali, ebben az esetben most egy switch 10 mm-es pop-up,
megy rá a Medmix. Nem dobom messzire, úgyhogy nincsen túlspirázva. Azért kicsit megnyomom, hogy leérjen az aljára. És kipróbáltam ezt a Fluo Smoke szirupot az elderberry ízben. És az az igazság, hogy egymás mellett van a két csali. Pontosan ugyanígy van felcsalizva, ugyanúgy sárga. Pop-up van rajta, és ezen annyi a különbség, hogy ebből a Fluo szirupból még nyomtam rá, és az utolsó áramot csak ezt vitt el. Úgyhogy tűnik most megtaláltam, remélem még zárásig tudok fogni ezzel a kombinációval egy-két halat. Ha még egy jön, akkor mind a kettőre ezt rakom. Akkor lesz aztán, hogy nem ulas egyszer a kettőt elhúzni innen a partról. Ha gyerünk! Jövök! Semmi pánik, itt vagyok! Mondtam, hogy beindul! Jó lenne, ha nekem is valami darabosabb hal lenne, mert tesóm nagyon rávera. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy a boilis szerelékre fognak jönni a nagyok, meg a boilis etetésre és a metód. Az működik igazán. Hát, ez most egy ilyen. Úgy látszik, az kell nekik, hogy legyen etetőanyag és legyen mibe beleszívniuk. De tök jót élvezkedek ezekkel a picike botokkal. Nagyon jó velük fárasztani, ez kifejezetten erre a part közeli pecára, meg ilyen stalker pecára van kitalálva. Rövid, nem kell itt vele kardozni a fáktól, meg ilyesmi. Ugyanúgy ki lehet húzni vele a halat, mint a nagyja. Vagy? Nem. Vedd fel! Beállítsam neked? Jó. Állítsál a fékén. Megyek, addig segítek a srácok. Körülbelül egy kilóval mérlek elő, ugye? Figyeljetek, keresztbe vagytok, de Miké már kint van. Vigyázzat! Vigyázzat! Hal van nálam és nem félek használni. Na. 10 kg feletti brutál töves. Megint a Lemon Orange pop-upra jött a spinner rigre. És hát apa itt fáraszt mögöttem, úgyhogy gyorsan visszahelyezem. És nézzük, hogy az milyen lesz. Csak halkan megjegyzem, megint ugyanaz a kombó, amit az előbb mutattam, hogy most minden botot ezzel fogok bevetni, még a szomszédét is. Én beengedem, hadd menjem. Te apa, te most már ne engedd be. Túlza, ilyenkor megáll egyből kezdel hundi. A bottal. Azaz, húzza, hogy minél hamarabb megforduljon. Mert akkor már nem megy arra. De mindig feszít. Úgy, nagyon jó. És akkor már jön is ki, látod? Úgy. Jó lett, hogy ebben feszít. Nagyon egy irányba menne. Tedd le. Húzzad meg ezt. Versenyhorgászat. Kinek a hala ér ide hamarabb? Albino pony. Kiköpte a izét. A szuper csali. Azaz. Lép hátra. Tartsd a fejét. Lép hátra. Apa. Hogy? Ilyenkor eltartod és elindult hátra felé. Hát igen.
kulcsot, már nem tudtam, hogy itt van a hátam mögött az állvány, vagy nem. No állvány. Hátra meg már nem mertem nézni. Hú, ez mennyi volt? Ez fél óra volt? Most én meg játszhatok a 3 kilós halammal, mert várni kell a merítőre. Látjátok, milyen rendes volt? Kijött. Ugye? Nem égetett be. Kicsit virgonc volt, de látod, hogy egy öreggel áll szembe. Sziasztok! No, de ezt nézd! A kutya is, a hal. Ez is a Lemon Orange pop-upra jött, mint gyakorlatilag az én halaim közül a... De kész meg a kutyára! Na, Odett, nyald meg még, aztán mehetünk. Mehet vissza! Jó van, ügyes voltál. Én már javában pakoltam, amikor a kilépő hal elhúzta a botomat. Szerencsére édesapám éppen a botjaim mellett állt. Megkodasson, vigyázz! Nézd meg, a kutya milyen nyugodtan ül, bakker, megserezzen. Igen, nem szabad? Oda lett ültetve ennyi. Úgy érzem, a napzáróhala nekem. Apa fogta meg. 12 kiló ezzel nekem a napom legnagyobb hala. De jó. Hát a tuszta nagyot fogni, ha nem vagy ott. Figyelj. De mi ja, ez is a Lemon Orange-ra jött. Na, tessék. Véget ért a mókamára, mindjárt zár a bázis, és hát egy újfajta botot sikerült kipróbálnom megint. Sikeresen. Én ezekben a botokban, hát én olyan pozitívan csalódtam, hogyha ilyen partközeli pecát terveztek, és tehetitek, próbáljátok ki ilyen kis két librás botot, és ráadásul ezek a Daiwa Ninja X kárbotok, ezek a Daiwa-nak a belépő pontyozó botjai, tehát gyakorlatilag szerintem a kínálatban a legolcsóbb pontyozóbotok, és eszméletlen jó szórakozás volt így ez a park közeli peca. Könnyű, kb. Úgy dolgozik, mint egy féderbot. Igazán nagy halat most nem fogtam vele, de szerintem simán ki tudtam volna venni vele. Láttátok, apa simán kivette a 11, majdnem 12 kilós pontyit itt a végén. Percek alatt kihúzt a tesómnak a féderbotjával, meg fél óráig szenvedett vele. Gyere tesóm, mondd el, milyen pecár volt. Ja, egyébként napot ő vitt el. Szia. Kevesebb halat fogtál, de nagyobb átlag súlyba növi a nap halat, 18 kg feletti, meg egyébként az átlagod is bőven nagyobb volt, nem csak amiatt az egyébként. Az utolsó, 6 darab halat fogtam, az utolsó halig, én 8-at. Amit átadtam apának, az utolsó halig, én nem fogtam 10 kg alatt. Tehát minden egyet példány 10 fölötti volt. 10,6, 10,9, 11, 13, 14, 18, nagyon jó. Úgyhogy... Én elköszönök tőletek, megyek szétszedem a botot. Engem még fogtok látni itt a bázison ezekkel a felszerelésekkel, úgyhogy tesó, mondd el, hogy vigyél egy szintot. Én is pontosan ilyeneket tervezek egyébként, hogy ilyen nagyon egyszerű, nagyon könnyű kis botokat kipróbálni. Most nem volt nálam kis bot, mert két 180 g-os bot van nálam a Daiwától. Azt ugye nem hoztam ide le, mert az nagyon, nagyon erős lett volna, és tudtam, hogy nagyon nagy élvezet ezeket a nagyobb testű halakat a kis könnyű botokkal, úgyhogy az Enzonás botokat hoztam ide, és hát ahogy szokott, az mindig óriási élmény. Láthattátok, karikába hajolva volt a kisorsók, ciripeltek, szépen lehetett féket állítani. És hát a bázis az még mindig bázis, adja a nagy halakat, szépen jönnek sorba, meg kell letetni, meg kell találni a megfelelő csalit, a megfelelő technikát, és utána annyit lehet fogni, amennyit nem szégyeltek. Hát nekünk annyit még nem sikerült, de most is nagyon jól éreztük magunkat, 10 felett fogtunk ketten, nagy volt az átlagsúly, úgyhogy én azt mondom a gyerekek, itt az idő, menjetek ki horgászni, nem sokára írtózatosan meleg lesz, mert most is jó meleg volt a napon, de jön a nyár, úgyhogy ameddig lehet, ameddig bírjátok, pontyozzatok, utána menjetek el a múrozni valahova, a nagy melegbe. Na, sziasztok! Ja, azt mondta tesóm, hogy ezt mindenféleképpen említsem meg, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és lájkoljatok minket. Sziasztok!